Több mint 500 000 dinár értékben készített reklámtáblákat Magyar Kanizsa önkormányzata a községbeli gazdák részére. A vissza nem térítendő támogatásra a tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdészeti titkárságnál pályáztak. Ez a 42 tábla magába foglal 9 nagy táblát, amelyek a 6 település bejáratánál lesznek, vagy központjában elhelyezve, mint ahogy itt a hátam mögött is látható a Magyar Kanizsai piactéren, illetve kisebb táblák az utcák kezdetén, a termelők utcáinak kezdetén, vagy esetleg a lakóházuk falára lesznek elhelyezve. A reklámtáblákon többek között virágárus, biotermelő, borász, méhész, pálinkafőző, zöldségtermesztő, palántanevelő, tönköly búzatermesztő és sajtkészítő is megtalálható. Az önkormányzat számára fontos, hogy mindenben támogassák a termelőket, emelte ki Újvári Zsombor illetékes. Magyar Kanizsa önkormányzata mindig örömmel áll azok mellett a termelők, helyi termelők mellett, akik itt termelik meg a termékeiket és árusítják, ugyanis itt mindig nagyon jó minőségű házi termékekről van szó, legyen ez akár borászat, alkoholos italok, legyen ez akár méz vagy más egyéb örlemények, fűszernövények, és méltán lehetünk büszkék a mi termelőinkre, és hál' Istennek, hogy jött ez a lehetőség, hogy valamilyen módon reklámozhatjuk őket, valamilyen módon úgymond a nagyvilággal is tudathatjuk azt, hogy ezek az emberek, ezek a mi termelőink itt vannak, jelen vannak a piacokon, akár itt a zöldség és árupiacon, akár háznál árusítják a termékeiket, de gyakorlatilag ezzel egy helyre, egy halmazba tudtuk őket, egy nevezőre tudtuk őket hozni, és nem utolsó sorban jól is mutat kifelé marketing szempontjából, hogyha feltüntetjük a termelőinket. A táblák kihelyezése folyamatos, és pár napon belül az összes a helyére kerül. A kenyérgabona felvásárlási ára 40 dinár felett van, kereslet is van rá, viszont a mezőgazdasági termelők többsége már túladott a tavalyi betakarításon. Emellett a szerb kormány rendelete szerint a lisztkivitel szabad és nem korlátozzák most már, valamint a kenyér és a liszt ára sem fog emelkedni az elkövetkező 60 napban. A búza felvásárlási ára közel sem volt ennyi az előző években. Sokan ezért el is hagyták a vetés forgójukból a kenyér gabonát. Búzát az utóbbi évben nem termelek, mert visszamenőleg az idei évet kivéve, hát nagyon nem volt kifizetődő. Csak kukoricát termeltem tavaly. Idén sincs búzavetésen. A kukorica és a napraforgó nagyon szép állapotban van és jó állapotban. Hát csapadékra mindenképp szükség lenne. Az én parcelláim egyenlőre bírják még. Ennek egy része öntözött területen megy majd. A tavalyi termés kielégítő volt. Akik kivárt és nem az aratás után, hanem az idén adta el, az jóval nagyobb nyereséggel számolhatott. Tehát aratásba nem adtuk el, hanem kivártuk a jobb árat, és akkor sikerült elég jó áron értékesíteni. De viszont az idei évre ez már nem lesz jellemző, mert a termés az itt a művidékünkön nagyon gyenge lesz, úgy néz ki. Január, február, azt mondom, februárban 35 dináré, tehát aztán, ahogy bejött ez az ukrán háború, aztán még ment följebb az ára, de tehát abban az időben az nagyon jó árnak számított, meg utána most azóta még emelkedett az ár, de nem mertünk tovább várni, mert szokott, hogy lejjebb megy, aztán tavasszal már vissza lemegy az ár, és aztán nincs olyan jó ára már. A csapadék elkerült bennünket, tehát a környékben, ilyen 20 kilométeres körzetekben is mindenfelé volt csapadék, a mi részünkön nem volt, úgyhogy nagy termése nem lehet várni. Ki vannak száradva a föltek, legalább egy 100 liter kellene, hogy valamennyire helyre jöjjön a nedvesség tartalom. De már ha lenne egy kicsi, annak is nagyon örülnénk, hogy legalább kicsikét felvennének a gabonák, repcék, ezek vannak most legrosszabb állapotban. A tavaszi kapások, azok kikeltek, azok még úgy, ahogy el vannak, de hát azokat is utóéri majd utóban a nedvességhiány.
A kereslet nagy a búza iránt, viszont a legtöbben már hónapokkal ezelőtt értékesítették azt. Hát az árak az egekben vannak, a búza ára meghaladja 40 dinárt, viszont kínálatban szinte nincs. Termelők mind eladták, a 30-35 dináros árat is nagyon megfelelőnek találtuk abban az időben, mikor odaért a búza ára, és mindenki igyekezett tőle azért a pénzért megszabadulni. Ekkora árakban senki sem mert gondolkodni, hogy ide is el fog jutni a búza ára. Sajnos az idei termés is nagyon soványnak néz ki, nagyon szomorú a határban a helyzet. Legrosszabb kondícióban éppen a buzák vannak, ők, akik most kalászoltak ki. Most virágzanak, nekik most lenne szükségük egy nagy adag csapadékra, hogy meg tudják kezdeni a szemfeltöltést. Hát ez az, ami most hiányzik nekünk, az eső. Az idei évben körülbelül egy 100 literrel vagyunk mínuszban. Az utóbbi időben drágult a méz Szerbiában, és bizonyos mézfajtákból hiány is van. Jelenleg stagnál az ára, 1 kg 700 és 1200 dinár között mozog fajtától függően. Több fajta méz és számos kiszerelés, ez jellemzi a magyar kanizsai piacot. A méhészek több fajta mézzel várják a vásárlókat már évtizedek óta. A repceméz és a napraforgós vegyes virág az 700 dinár egyenlőre, 800 dinár a vaddohány és a mezei virág. A kevert akác, ami ugye akác és olajfűz és a vadakác, az pedig 1000 dinár, a hás pedig szintén 1000 dinár. Egyelőre így alakulnak az árak. Hogy most várható-e emelkedés az árakba, az attól függ, hogy hát milyen lesz az év, tehát azt még ilyenkor nehéz megjósolni. Méhészeknek nyilván az volna jó, hogyha emelkedne az ára, a vevőknek pedig az, hogyha maradna, mert így is sokalják sokan az ára. A méz mennyiség pedig nem csak a virágporon múlik, ugyanis igen tarka a méh állomány. A méhek változóan teleltek ki, az illetékesek az őszi vegyszeres kezeléssel, a különféle csávázószerek és az atkák megjelenésével magyarázzák a tarka állományt. Ez pedig követte a februári felmelegedés, a korai tavasz, utána pedig az ismét a télbe forduló időjárás. Ennek ellenére a méhészek többsége már készül a repceméz pörgetésére. Vezetném a kitelelt állományra, ami nagyon-nagyon tarka, sok a veszteségünk, mindahogy a környezetünkben is van. Azután jött egy fölívelő tavasz, tehát volt ott virágpor is, meg egy kis rájtetés is, meg minden, tehát kijöttek a méhek valahogy. Viszont ugye itt van a repce, és a repce az mindig egy olyan kritikus pont volt a mérgezés szempontjából, meg a permetezés szempontjából. Tehát a repce után most meg ugye készülünk az akácra. Nagyon tarka az állomány, gyöngék, közepesek, erősek, nagyon tarka. Sok mindenre lehet tippelni. Azt mondják, hogy esetleg lehet, hogy atka, de nem hiszem. Inkább az ősszel használt vegyszerek, gyomírtók, illetve a kukoricacsávázás, csávázószerek, ugye hogy a virágport, ami a kukoricáról is, csak minőségtelen. Tehát összeadódik. Nem tudjuk, hogy micsoda, de nagyok a veszteségek. Az egyesület elnöke azt is kiemelte, az elmúlt évekhez viszonyítva egyre több gazda tartja tiszteletben a vegyszeres kezelés időtartamát, vagy használ olyan szert, ami nem árt a méheknek. Május 13-án a Knesa Művészetek Házában Cserepes Gyura vendég szerepelt, másnap pedig workshopot tart a regionális kreatív műhelyben. Vajdasági turnéjának, körútjának fontos állomása ez a magyar kanizsai, a törékeny, vagyis a fragil elnevezésű előadást láthatja a magyar kanizsai közönség, amely mozgásszínházi előadás egy felvonásban. A mozgás az alapvetően azáltal jelenik meg az egész előadásban, hogy én magam a táncból érkezem, így aztán úhatatlanul belecsempésződik a mozgás abba, amit csinálok. Ezen kívül pedig személyes történetekből épül fel az előadásnak a gerince, így aztán még ezáltal is indokoltnak látom azt, hogy itt-ott felcsillanjon benne egy kis tánc. Azt gondolom, hogy azért nagyon minimális jelmez, rekvizit van ebben a performance-ban, ha már nem előadás. Bizonyára lehetne még jobban csupaszítani, tehát azt hiszem, hogy azért ennél létezik magasabb fokú határérték, extremitás is. Ugyanakkor foglalkoztatott az a kérdés az előadás létrehozásának kezdetén, hogy tudok
minél inkább olyasmit csinálni, amit nagyon könnyű magammal vinni szó szerint, hiszen belefér egy táskába. Egyrészt foglalkoztat az, hogy a színházat, legyen szó táncról vagy prózai színházról, hogy tudjuk minél közelebb vinni a nézőhöz. Tehát hogy tudjuk azt kiváltani, elérni, vagy legalábbis megkísérelni, hogy a színház az szinte szó szerint megérintse a nézőt. Van ez, amit a színháztudomány negyedik falnak nevez, amikor elképzeljük azt, hogy van a nézőtér, meg van a színpad, és a kettő között van egy ilyen láthatatlan választóvonal, ezt nevezik negyedik falnak, és ez nagyjából azt hiszem azóta foglalkoztat engem, hogy Ljubljanában együtt dolgoztam Bojan Jablánovetszel, aki szintén nagyon sokat foglalkozik ennek a láthatatlan negyedik falnak a jelenlétével, lehetséges lebontásával, tehát azt hiszem, hogy ez az az inspiráció, ami tovább él és foglalkoztat engem is. Megint csak alapvetően a személyes történeteim feldolgozása révén ez egy hangsúlyos helyet foglal az életemben. Itt nőttem fel, 13 évet itt töltöttem, tehát óhatatlanul hatással van arra, hogy ki vagyok én ma. Néptáncolni én akkor kezdtem el, amikor Magyarországra költöztünk, előtte itt Óbecsén társas táncoltam, és aztán nagyon sokáig arra készültem, hogy egy napon majd én hivatásos néptáncos leszek, aztán ez is egy fordulattal más irányba terelődött, de igazából a mai napig számtalan módon beépül a munkámba, a személyes munkámba, és beépül abba is, hogy mondjuk van egy svájci társulat, akikkel évek óta dolgozom, és ők hozzám hasonlóan a néptánc és a kortárstánc vegyítésével operálnak, így aztán ezekben az elmúlt években velük is sokat dolgoztam ezen a kérdéskörön. A pedagógiai munkámban épp így használom ezt a hátteret. Van egy kedves fotós barátom Budapesten, és nem tudom, néhány hónapja egy kredencért mentünk együtt, és akkor a kocsiba mondta nekem, hogy neki, aki tőzsgyökeres budapesti, mennyire érdekes valaki, aki hozzám hasonlóan egy hagyományosabb életvitelt folytató helyről ered, és erre én addig nem figyeltem fel, amíg Dani ezt szóba hozta. Tehát azt hiszem, azt gondolom, hogy talán ilyen úton, módon is, akár észrevétlenül, de úgy bele csepeg, bele szivárog abba, amit csinálok. Könyvbemutatóra és kiállítás megnyitóra került sor a Knesaomi szervezésében a Dobóti Hamér Képtárban. Illusztrációk és vázlatok agyagból és papírból, Nemes Fekete Edit kerámia művész tárlata. A könyv Nemes Fekete Edit több mint 5 évtizedes pályáját mutatja be, amely felöleli a vajdasági kerámia művészet indulását és virágkorát a napjainkig. Munkásságának áttekintésével nem csak egy sajátos, figyelmet érdemlő, hiteles művészeti hagyatékot ismerhetünk meg, hanem a vajdasági kerámia művészet történeti szakaszaiba és a kerámia készítés technológiájába is betekintést nyerhetünk. Művészetét egy egész közösség vallja a magáénak. Számára sohasem csupán az alkotás öröme volt fontos, hanem az emberek és a szülőföld is. Mostani kanizsai tárlatán először kerülnek együttes bemutatásra József Attila, Bartók Béla, Arany János, Csépe Imre és az archaikus népi imádságok által ihletett illusztrációi, amelyeknek kezelése a 2005 és 2017 közötti időszakra tehető, és több technika felhasználásával készültek. Nemes Fekete Edit egyike a legidősebb iparművészeink között itt a Vajdaságban, és egy olyan életmű áll mögötte, ami folyamatosan autentikus és folyamatosan őszinte. Én egy művésznél a legjobban az őszinteségét becsülöm meg, és azt tartom fontosnak. Azáltal tud kommunikálni a közönséggel és azzal a korra, amiben él, meg azzal a közönséggel is, ami majd fog élni. Tehát, mert a műalkotások azok tovább élnek, mint az ember. És Editnél ez megvan, tehát ez a kommunikáció, illetve ez az őszintesség, és abban a háborús légkörben, a 90-es évek első felében ismertem meg a munkásságát, amikor nagyon megfogott egy ciklus, egy installáció,
amit Németországban szeretett volna kiállítani, csak előbb bemutatta Szabadkán, akkor éreztem meg az erejét az ő munkásságának, ami természetesen, mondom, mindig változó a periódusoktól függően, az ő életétől függően is, de akkor éreztem azt meg, hogy ezzel a képzőszel nekem dolgom lesz. Tehát ővele foglalkozni kell, és be kell mutatni az embereknek. A művésznő élete és munkássága összefonódik, erősen összefonódik, mint az általában szokott lenni az őszinte művészeknél. Ő nem kimondottan eladásra termelte a kerámiát. Ugye Szabadka ismert volt arról, hogy keramikus sok fellegvára volt egy időben ott a 70-es években, 80-as években. Március 8-ára például szinte minden nő valami kerámia brost kapott, vagy gyöngyöt, vagy valamilyen hasonló, vagy kerámia szökőkutak, kerámia lámpatestek születtek, tehát valóban nagyiparban ment, de ő nem. Tehát egyrészt ez az ő jelleméből is fakad, másrészt itt közben szólt néha a, mondjuk egy-egy betegség, vagy a sors, amikor le kellett állni, vagy egy sorscsapás a családban, amikor változott a kerámia művészetének az iránya, és nagyon sok minden volt az, amit én megtanultam azáltal, hogy foglalkoztam az ő művészetével. Nem csak az ő művészetét ismertem meg, hanem a kerámia művészetnek nagyon sok fortéját, nagyon sok szakmai titkát, amit érdemes tudni akkor, hogyha még jobban szeretnénk megismerni egy-egy kerámia alkotást. Itt ő is említette az előbb a faégetést, és a későbbi ugye villanykáj, amikor villanykemencével égettek, hogy miért van az a különbség. Tehát ezt illik tudni, csak erről keveset beszélünk. Vagy például az, hogy egy időszakban korongozott formákból alkottam meg a kerámiáit, még a legapróbb részleteket is például, utána pedig már nem. Utána agyagflekkekkel dolgozott, illetve később lapokkal. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, és persze az iparművészetnél a technika sokban meghatározza a tárgynak a miben létét, tehát a formáját. Tehát itt nagyon fontos, hogy a művész hogyan találkozik az anyaggal. Az anyag tisztelete nagyon fontos, és amit még Editnél megtanultam, ez pedig az a fajta tudás, amit mi nem is gondolunk, hogy mennyi tudás rejlik. Nem kimondottan az a művészeti rátermettség, hanem inkább például a vegytannak az ismerete, vagy a fizikának az ismerete, ami fontos ilyenkor tudni, ugye, hogy mit szeretnék kapni, mi lesz ez a végtermék. A kerámia egy csodálatos művészet, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy nehéz is, tehát ott közben durranhat a kerámia, hogyha túl nagy a hőfok, nem sikerülhet az égetés, hogyha nem úgy van beállítva, és így tovább. Tehát ezt, aki foglalkozott vala a kerámiával, azt tudja, de én ezeket most ismertem meg így az ő művészetét szemlélve. A József Attila könyvtárban került bemutatóra a Délvidéki képeslapok a 19. és a 20. századból című könyv bemutatására. A Délvidéki képeslapok a 19. és 20. századból című kiadvány 83 képeslapot jelenít meg, mellettük egy-egy rövid leírással, amely az adott város, építmény, műemlék, szobor, esemény vagy egy-egy emberi sors történetét ismerteti. A könyv szerzői Molnár Tibor, Forró Lajos és Fejős Sándor voltak. A Művészetek Házában az Alapfokú Zeneiskola és a Knesaomi szervezésében került sor a Húrok és Billentyűk elnevezésű koncertre, amelyet Bozsóki Gergely és Kovács Csilla előadásában hallhatott a közönség. A műsorban hallhatóak voltak Francisco Tárrega, Liszt Ferenc, Ludwig van Beethoven, Manuel de Falla, valamint Mauro Giuliani művei.
Várják a vajdasági települések jelentkezését az anyaországi Virágos Magyarország környezet szépítő versenyre. A megmérettetés 29 éve nyújt támogatást a települések megszépítésére, fő célja pedig a zöld felületek, építészeti örökségek megőrzése és gyarapítása, valamint az élhetőbb és egészségesebb települések erősítése. A verseny bírálati szempontjai között szerepel a zöld felületek minősége, a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a környezeti nevelés, valamint a turisztikai látványosságok, és ez alapján várják az adott településről készített képeket is. Vajdaság egyébként már a tavalyi évben is részt vett a versenyen, akkor 9 vajdasági magyar lakta település nevezett be, és Palicsot választották meg a legszebbnek. A versennyel kapcsolatban bővebb információt a Magyar Kanizsai Landart civil szervezet tud nyújtani a 063-82-40-557-es telefonszámon. A jelentkezési határidő az június 1-én, tehát addig minden településnek legalább regisztrálnia kell, és online felületen egy jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez fényképeket kell majd csatolnia. Az idei évben is a Landart Polgári Egyesület a fő koordinátora, a vajdasági koordinátora ennek a versenynek, és arra szeretnék minden települést kérni, hogy bátran nevezzenek és bizalommal forduljanak, bármilyen kérdésük van hozzánk. A 32. alkalommal szervezték meg a Szerbia Fut elnevezésű futóversenyt. Korosztályonként 1-től 8. osztályig futnak a tanulók, rövidebb és hosszabb távokat futva, ugye minden korcsoportnak a megfelelő táv van kijelölve. Magyar Kanizsai általános iskolából vannak, ugye a ZMAI épület és a ZADI épületnek a tanulói, körülbelül 750 tanuló. Gondolom, hogy ennek az eseménynek az apropója az is, hogy egy kicsit kimozdítsuk a fiatalokat, a mozgás mindenkinek jó és egészséges is. Ön hogyan látja ezt? Hát így látom én is, tehát mert nagyon nehezen mozdulnak ki ezek a mai fiatal gyerekek az utcára, vagy akár parkba, bárhova, nehezen mennek el sportolni is, és akkor ez az egyik lehetőség arra, hogy megmozgassuk őket. Nagyon örülünk, hogy a helyzetre való tekintettel most itt lehetünk, mert két évig erre nem volt lehetőség a járványügyi helyzet miatt. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy minden óvodás fut, azzal, hogy a kicsik az óvodájuk területén, az udvarban vagy az utcán, ahol meg tudják oldani. Mi pedig a 4 iskola előkészítős csoport, ide jöttünk le a Tiszára, a jó levegőre, hogy együtt legyünk, hogy újra itt legyünk, és lefussuk ezt mi is, mert ugye ma Szerbia fut. Nagyon örülnek a gyerekek is, hogy megnézhetjük a Tiszát, hogy itt lehetünk újra együtt, és futottunk együtt, teljes erővel, gőzzel, és győztünk. Opština Kanjiža je, zahvaljujući bespovratnim sredstvima ostvarenim na konkursu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 540.000 dinara, izradila reklamne table za poljoprivrednike koji svoje lokalne proizvode nude meštanima, posetiocima iz drugih mesta i turistima na pijacama ili iz svojih gazdinstava. Koristeći sredstva iz pokrajinske vlade, pokrajinske sekretarijata, opština Kanjiža je izradila nekoliko tablih na postavljanje kod proizvođača, kod lokalnih proizvođača ili na zid ili kod ulaza naselja. Na ovim tablicama se pokazuje lokalni proizvođači i na neki način to je, možemo reći, iz turističkog aspekta, to je jedna dobra promocija
I to ja smatram lično da moramo da iskoristimo da naši proizvođači da budu svima poznati i da to bude na neki način, na neki organizovan način promovisano. Od postavljene 42 reklamne table na području opštine 9 je velikih na ulazu ili centru naselja, dok su manje postavljene na početku ulica ili kućama lokalnih proizvođača. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo krajem prošle godine je raspisalo konkurs za unapređenje ruralne infrastrukture i usluga, što zapravo znači da u okviru tog konkursa lokalne samouprave su mogle da konkurišu za izradu reklamnih tabli za one poljoprivredne proizvođače koje svoje proizvode i prerađene proizvode prodaju sa svog praga. Mi smo taj konkurs iskoristili i uspešno smo dobili bespovratne sredstva u iznosu od 540.000 dinara, od kojeg iznosa izrađene su table kako velike i tako i manjih dimenzija, ukupno 42 komada. Table su izrađene od strane preduzeća Boja iz Sombora, a postavljanje je vršilo naše komunalno preduzeće, Komunalac iz naše opštine. I na ovim tablama bilo ko, da li to meštanin naše opštine ili već turist iz drugih krajeva, uzimajući obzir i bliskost granice, možemo da promovišemo naše proizvođače, poljoprivredne proizvođače, njihove proizvode i na takav način da oni dođu do većeg prihoda. Ja smatram da će to i do toga dovesti, da sa tim reklamisanjem povećaće se i njihova trgovina. Ima između njih i bioproizvođača, proizvođača meda, sireva, vinara, destilera, proizvođača voća, vinogradara i tako dalje. Predstavu Krhkost, tragikomediju pozorišta Pokreta u jednom činu o krhkosti ljudske duše i stasanju muškarca, publika u Kanjiži je imala priliku da vidi u petak na maloj sceni Doma umetnosti u solo nastupu Đule Čerepeša, stvaraoca iz Budimpešte koji je poreklom iz Vojvodine. Tokom nastupa on pokušava da se stavi u poziciju u kojoj se osvrće na sobstvene osjećanja u sadašnjem vremenu, čime se sve više oslobađa od pretvaranja. Ovom radikalnom iskrenošću želi da pokaže kakva bi mogla da bude komunikacija među ljudima kada bi otvoreno priznali krhkost ljudske duše. Cilj stvaraoca je stvaranje pozorišne situacije koja je u stanju da prevaziđe postojanja sebe. Da bi to postigao, trudi se da stvori predstavu kojom želi da izbaci publiku iz uobičajene posmatračke situacije kako bi i sami doživjeli rasplet kroz lično učešće. Predstava Krhkost je bila u organizaciji regionalnog kreativnog ateljea i obrazovno-kulturne ustanove KNES-a, a u subotu je održana plesna radionica istog naziva u probnoj sali regionalnog kreativnog ateljea. Predstava je za posetioce bila besplatna, a također i učešće u plesnoj radionici. Izložba radova keramičarke Edit Nemeš Fekete, ilustracije i skice od gline i papira, otvorena je u galeriji Tihamer Dobo u Kanjiži uz predstavljanje monografije o ovoj istaknutoj umetnici, počasnoj građanki Malog Iđoša. U predstavljanju monografije učestvovali su istoričarka umetnosti u Gradskom muzeju Subotice, doktorka Olga Ninkov, direktor izdavačke kuće Forum Gabor Virag i umetnica Edit Nemeš Fekete. U knjizi je predstavljena dugogodišnja
dugogodišnja karijera Edit Nemeš Fekete, od početaka do procvata keramičke umetnosti u Vojvodini do danas. Kroz rad ove umetnice može se upoznati sa specifičnom, autentičnom, umetničkom zaostavštinom vrednom pažnje, a stiče se uvid i u istorijske faze keramičke umetnosti u Vojvodini. Edit Nemeš Fekete je završila školu primenjene umetnosti u Novom Sadu, a bila je učesnica i glavna organizatorka keramičke likovne kolonije u Malom Iđošu, koja je počela sa radom 1959. godine. Nikada nije bila važna samo radost stvaranja, već i ljudi i rodni kraj. Prva promocija monografije održana je u Hod Mezervašalheju, gdje je priređena i izložba simbolično nazvana Prelaz. Ilustracije inspirisane Atilom Jožefom, Belom Bartokom, Janošom Aranjom, Imre Čepeom i arhaičnim narodnim motivima prvi put su zajedno predstavljene na izložbi u Kanjiži. Promocija knjige Razglednice iz 19. i 20. veka severa Vojvodine priređena je u sali Ištvan Konc u biblioteci Jožef Atila u Kanjiži. Knjigu su predstavili autori Tibor Molnar, Lajoš Foro i Šandor Feješ, a moderator je bio Sabol Čkavaj. U knjizi su se našle 63 razglednice iz 19. i 20. veka sa severa Vojvodine, od kojih svaka ima kratak opis istorije datog grada, spomenika, statue, događaja ili pojedine ljudske sudbine. Učenici i predškolci iz opštine Kanjiža uzeli su u petak 13. maja učešće u krosu RTS-a kroz Srbiju, za čiji početak je znak dao ministar prosvete Branko Ružić, gostujući na radio televiziji Srbije. Istovremeno se trčalo širom Srbije. Kros RTS-a kroz Srbiju održava se već 32 godine i to je najmasovnija dečija trka u Evropi, a đaci iz Kanjiže su u trci učestvovali na stadionu fudbalskog kluba Potisje. Povod današnje takmičenja je kroz RTS-a ili Srbija trči, koji se održava 32. put po redu. Kros u stvari je zanimljiv po tome što cela Srbija, država, trči u isto vreme, u 10 sati je bio start. Nekada je bilo da ministar prosvete ili ministar omladine i sporta da znak na vestima. Ne znam da li ove godine je bilo, mislim da jeste. I onda cela Srbija počinje u 10 sati da trči. Pobednici ovog takmičenja imaju pravo učešća na državnom nivou, znači koji će biti organizovan za jedno mjesec dana na nivou države. Isto je interesantno da i dijaspora trči u isto vreme i oni stiču pravo isto na finalnoj trci na nivou države Srbije što bude organizovano. Cilj manifestacije je da se prvo i deca angažuju, malo da dobiju taj takmičarski duh, da učestvuju malo u takmičenju, s obzirom da smo imali dve godine koronu, da nismo bili baš toliko aktivni, da u njima proradi taj takmičarski duh i naravno zdrav način života. Krosu RTS-a kroz Srbiju pridružili su se i predškolci Kanjiške predškolske ustanove Naši biseri. U Kanjiži predškolci su imali crku kraj Tise, dok su mališani u odeljenjima u selima trčali u svom okruženju. Danas kroz Srbiju u svim gradovima, opštinskim centrima i selima organizovan je kros kroz Srbiju, gde istovremeno trče đaci, dakle deca iz osnovne i srednje škole i pripremna predškolska grupa iz vrtića. Naša ustanova u Kanjiži, ovde na obali Tise, organizovala je takmičenje u trčanju dece. Dakle, mi ovde iz Kanjiže trčimo na Tisi dole, dok ostala deca odeljenja u selu organizuju trčanje u svom okruženju. Svi počinjemo da trčimo od 10 časova. Takmičenje nadgleda i vodi vaspitač grupe i pobednici takmičenja u trčanju dobijaju diplome. Kažu da je trčanje kraljica sporta, pa je ovo jedan vid da decu uključimo i pokrenemo u sport i razne aktivnosti, a cilj ove manifestacije je da razvijamo sportski duh, takmičarski duh, druženje, drugarstvo, a također nam je cilj da svu decu uključimo u sportske aktivnosti, u takmičenje i da svima damo motivaciju i volju za ovakav vid druženja.
Fudbaleri Tise i Zadorjana u 27. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina na svom terenu ostvarili su protiv Starog Grada iz Bačke Palanke ubedljivu pobedu 8:2. Na tabeli Tisa je na 10. mjestu sa 38 bodova, a u narednom kolu gostuje u Šajkašu. U 19. kolu Potiske lige ekipa Horgoš 1911 je kao domaćin zabeležila pobedu protiv Tromeđe iz Majdana 6:1. Potiće iz Kanjiže je na gostovanju u Đali bilo uspešnije od Graničara 2:0, a u Martonošu Jedinstvo je nadigralo Šampion iz Oroma 3:1. Na tabeli Potiće je na drugom mjestu sa 45 bodova, 5 manje od Jedinstva i Srpskog Krstura. Horgošani su četvrti sa 41 bodom, Martonošani su 10. sa 14, a Šampion 11. sa 10 bodova. U narednom kolu Potiće je domaćin Jedinstvu iz Martonoša, Oromčani dočekuju Hajduk iz Podlokanja, a Horgošani gostuju u Čoki.